Minden városnak megvan a maga nagyon hosszú, sok évszázados történelme. De ebből néhány rövid percbe belezsúfolni igazából csak annyit lehet, ami közös bennük, a közhelyeket. A halasról beszélünk, büszkélkedhetünk együtt az ősökkel, hogy halas hatalmas. Vagy panaszkodhatnánk velük együtt a poros halasról. Végül is mind a kettőben van valami használható féligasság. Maga halas az ellentmondások városa. Területén elpusztított falvak hosszú sora jelzi az élet próbálkozásait. Magát a várost nagy valószínűséggel a kunok hozták létre. Azok a kunok, akik a tatárjárás után a Duna-Tisza közén és a nagykunságon letelepedtek, és lassan-lassan beleolvadtak a magyarságba. De úgy lettek magyarok, hogy közben kunok is maradtak. És ez nem azt jelenti, hogy kétféle identitásuk volt. Úgy lettek magyarok, mint ahogy magyarok voltak a hajdúk, a horvát marhahajcsárok, vagy ahogy svábként magyarrá lettek az én császártöltési sváb őseim. Halast az ellenségei teremtették, táplálták. Ezt a helyet tavak, lápok, ingoványok gyűrűje vette körül. Ide bújni jöttek először. Igazi várost a török hódoltság kora csinált belőle. Az átvonuló hadak eltaposták az apró falvakat. Az alföldön ezeket az időket csak az oda menekülő falusiakkal feldúzzasztott néhány város élte át. Az elmúlt néhány évtized a maga település politikájával, kollektivizálásával, erőszakolt urbanizációjával újra csak növelte halast. Ez akkor is tény, ha nem tudjuk eldönteni, jó-e halasnak a hatalmas. A várost a megpróbáltatásai tették naggyá. Jöttek a földesurak, jött Pest vármegye, jött kolonicsérsek és a király. Az utóbbi kettő lett a győztes 1702-ben, ők adták el az egész jászkunságot 500 000 forintért a német lovagrendnek. A szabad városlakók ezzel, minden jogalap nélkül, törökkori helyzetüknél is rosszabb jobbágyságba süllyedtek. Hosszú szívós küzdelem után 1745-ben engedélyezte Mária Terézia, hogy a jászkunság területei, kifizetve az egykor értük a kincstárba befolyt vételár összegét, megválthassák szabadságukat. Ezt nevezzük redemciónak. Halas és pusztái csak nem 60 000 forintot fizettek. Azok, akik összeadták ezt a hatalmas összeget, redemptusok lettek. Erre a tettére büszke volt, mint egy kollektív nemesi levélre. Ezt a büszkeséget hagyta leszármazottaira is. És ezzel együtt az ő megváltott világába betolakodni akaró idegenekkel szembeni ellenállását. Vagyis a polgárosodás szempontjából nézve a jót és a rosszat, mégpedig egységbe forva elválaszthatatlanul. A redemptusok eltűntek, de ez jellemzi ma is a város arculatát. Egyébként ebben a múzeumban a századforduló kiváló festőjének, a híres nagybányai iskola egyik alapító tagjának, Torma Jánosnak is fellelhető néhány képe, hiszen a város szülötte magát. Torma a naturalizmus elveit a romantikus történelmi festészettel párosította, magyarán a maga útját járta a művészetben. Mint tudjuk, igen szép eredmény.